A Kijevhez közeli Zahalci községet kereste fel ma elsőként Magyar Levente, a Magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, ahol a háború következtében használhatatlanná vált a helyi iskola és óvoda egyaránt. Ezek felújítását pedig az ökumenikus segélyszervezeten keresztül a magyar kormány vállalta magára. Felállt az a struktúra, amelyik szükséges ahhoz, hogy elkezdjük a két építkezést az iskoláról és az óvodáról, illetőleg az egészségházról beszélek. Az egyik egy konténer, a másik egy épületnek a rendbetétele, a harmadik pedig egy új épületnek a felépítése. A község elöljárója arról beszélt, hogy csak annak a közösségnek van jövője, ahol van iskola, ezért hálás a magyar segítségért. Nincs iskola, nincs falu. Iskolára és óvodára van szükségünk. Azt kérjük a magyar féltől, hogy segítsenek nekünk. Ez pedig már a szintén szörnyű tragédiákat átélt Bucsa városa, ahol a város polgármestere fogadta a magyar delegációt. A találkozón Magyar Levente úgy fogalmazott, hogy aki gyorsan segít, az kétszer segít. Magyarország itt egy önkormányzati hivatalt és egészségházat fog felépíteni. Megrázó ezt egy olyan generáció tagjaként megtapasztalni, aki nem látott háborút. Magyarországon szerencsések vagyunk, hogy eltelt lassan 70 év anélkül, hogy bármifajta fegyveres konfliktust kellett volna átélni, szembesülve az itteni emberek szenvedésével és azzal az elképesztő anyagi kárral, ami keletkezett itt néhány hónap ezelőtt. Ennek a fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Azért jöttünk viszont, amellett, hogy kifejezzük a szolidaritásunkat és támogatásunkat Ukrajna népe iránt, amelyik egy ilyen rendkívüli nehézségen megy most keresztül, hogy tettekre váltsuk ezt a szimpátiát, és hozzunk, ne csak vendégeskedjünk, és ennek szellemében került ma bejelentésre egy iskola újjáépítése, valamint Bucsában, Bucsa egyik külterületén felépítünk egy kis kórházat, postával, önkormányzati hivatallal kiegészülve, tehát egy nagyon fontos közfunkciót ellátó beruházást fog a magyar kormány itt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül megvalósítani. Ezzel is egy kis lépést téve afelé, hogy az itten élet visszazökkenjen a normál kerékvágásba. Mi ennyit tudunk tenni, ugyanakkor azt gondolom, hogy beszélve az itteniekkel, ez nem kevés, hiszen ha minden jól megy, akkor mi leszünk az első ország, amelyik itt tettekre váltja az ígéreteket és a szimpátiát, ami nagyon fontos, és egy egyértelmű üzenet egész Ukrajnának, hogy mellettük vagyunk, támogatjuk őket. Mondta Magyar Levente, hozzátéve, hogy ez egy egyértelmű üzenet egész Ukrajnának, hogy a magyarok mellettük vannak és támogatják őket. Felszabadulásunk első napja óta segítőkezet nyújtanak nekünk a magyar civil szervezetek, a magyar kormány. Folyamatos Kijev környékén a segítségük. Mondta Anatoli Fedoruk, aki részletesen ismertette mindazokat a szörnyűségeket, amiket a városa átélt. Emellett felkeresték a helyi katedrális kertjét is, ahol az első tömegsírok voltak. Magyar Levente Bucsa mellett Borodjánkába is ellátogatott, ahol az ökumenikus segélyszervezet munkatársai szintén jelen vannak.